Ceglédi Infineonnál több, de legalább 4 TBC fertőző beteget találtak. A TBC, mint tudjuk, az egy bakteriális fertőzés okozta súlyos megbetegedéssel járó kór, amely viszonylag Magyarországon viszonylag ritkán fordul elő, de igazából a mély szegénységbe és a nehéz körülmények között élők soraiban terjed, és ott is alakul ki. Az eset kapcsán nagy az elhallgatás és nagy a titkolózás, ezért aztán nem tudjuk a lényeget, nem ismerjük a lényeget. Mégpedig azt, hogy honnan is származik ez a betegség. A Ceglédet ugyanis az elmúlt időszakban ellepték az ázsiai vendégmunkások, és az a kérdésünk, hogy vajon ezek az ázsiai munkások hozták-e be a TBC-t Magyarországra. Nagyon fontos lenne tudni, hogy hány beteg van, hol kezelik őket és milyen állapotban vannak. Feltesszük a kérdést a belügyminiszter úrnak, Pintér Sándornak, hogy mit tud erről az esetről? Van-e valamilyen tudomása arról, hogy valóban idegen vendégmunkások hordták be a betegséget, a TBC-t Magyarországra, illetve ha igen, akkor milyen eljárásokat foganatosítanak annak érdekében, hogy többször ne forduljon elő ez az eset. Illetve mi van akkor, hogyha egy magyar munkavállaló munkába akar állni, nagyon szigorú orvosi vizsgálaton kell átesnie, viszont úgy tűnik, hogy ezek a vendégmunkások valamilyen formában úgy mentek át ezen a szűrőn, hogy nem vették észre a nem egy-két nap alatt kialakulott TBC betegséget náluk. Ha viszont mégsem külföldiek, hanem magyarok a fertőzöttek, akkor szeretnénk tudni, hogy mi okozta azt, hogy az alig-alig fellelhető TBC Magyarországon hirtelen egy szupertiszta vállalatnál, egy Infineonnál, ahol rendkívüli körülmények, tisztaság van, mégis hogy fordul elő tömegesen hirtelen ez a betegség. Gyakorlatilag rengeteg kérdés van, amire választ kellene kapni, de a legfontosabb, hogy szeretnénk az Infineon vezetőségét felszólítani arra, hogy maradéktalanul tájékoztassák a közvéleményt. Azt látjuk, hogy ez a titkolózás sehova nem vezet, ki kell állniuk a ceglédi lakosság és a Magyarország lakossága elé, és el kell mondaniuk, hogy mi történt az Infineonban. Hány betegük van, hol kezelik őket, valóban külföldiek-e, és mi van ezeknek az embereknek a hozzátartozóival, a barátaikkal, a munkatársaikkal. Ezek vajon köztünk, a gyerekeink között sétálnak a városainkban, terjesztve ezt a halálos kórt? Szeretnénk tudni, hogy mi történik ebben az országban, mert ez a mi hazánk.